Köszönjük szépen! A mai délelőtt témája a baloldal és a 2024-es választások, mert ugye abból kettő is lesz, egy európai és egy önkormányzati. Az első körben a megszólalóknak 15 perc fog a rendelkezésükre állni, és elsőként Szanyi Tibort kérem. Nagyon szépen köszönöm, tisztelettel üdvözlök mindenkit, és én tényleg nagyon örülök annak, hogy mi már a harmadik napon is kultúrprogrammal kezdünk. Azért ez a baloldalnak egy olyan hagyománya, amit érdemes folytatni, és én ezt nagyon sokszor hiányoltam különböző baloldali rendezvényeken, amikor ez netán elmaradt. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezeket a performanszokat. Nos, egyrészt örülök ennek a lehetőségnek, hogy itt együtt vagyunk, és tudunk beszélni őszintén és nyíltan néhány olyan dologról, ami befolyásolja a közelgő, hát mondjuk így választásokat. Jó lehet, hogy ti is tudjátok nagyon jó, hogy ezersebből vérzik ez a választás elnevezésű történet, de hát ezzel együtt ugye jó darwini módon alkalmazkodni kell a dolgokhoz. Nos, a helyzet az, hogy a baloldal, mint olyan, tulajdonképpen a rendszerváltoztatás óta most kerül nagyjából, hát először vagy nagyon-nagyon jó indulat a másodszor olyan helyzetben, hogy baloldalként tud megmutatkozni, és majd ezt szeretném egy kicsit részletezni. Az egyik az az, hogy ez az év azért nekem arról szólt, hogy többször sikerült olyan rendezvényeket összehoznunk, ahol a legkülönbözőbb valódi baloldali szervezetek egy fedél alatt voltak, egy téma körül pörgött a gondolatsor, és tényleg egészen kulturáltan, mindenféle személyieskedő gyötrelmek nélkül tudtunk beszélgetni, és ez egy őrült nagy dolog, ez azért nem nagyon volt így az elmúlt, mondjuk így évtizedekben. Ennek okán én azt hiszem, hogy lehet beszélnünk, és kell is beszélnünk olyan választási együttműködésről, amikor a különböző szervezetek összeállnak, és én most elsődlegesen az európai parlamenti választásokról beszélek, már csak azért is, mert itt Krisztina fölvezetésében azért nagyon nehéz a szó, szóval igen, szolidaritás Magyarországért mozgalom, ez a pártnak a neve, igen, köszönjük szépen, és de hát ugye így senki nem ismeri, úgy viszont, hogy iszom, na úgy aztán már mindenki, úgy kb. 80%-os ismertsége van így ebben a formában a nevünknek. Viszont ugye ez nevében is benne van, ez alapvetően kettő plusz még néhány mozgalomnak a közös felületéből jött össze ez a párt. Egyfelől ugye az Igen mozgalom volt, ez egy ilyen vörös-zöld mozgalom volt, a másik pedig egy sokkal tradicionálisabb, régebbi, de szintén baloldali ihletettségű mozgalom, a Magyar Szolidaritási Mozgalom, aminek ugye a vezetője itt ül tőlem egészen jobbra, szélső jobbra, Székely Sándor. Nem akarsz helyet cserélni az adrással? Úgy jobb lenne nekem politikailag. Na mindegy. Lényeg az, hogy volt nálunk egy sajátságos döntés, az a döntés pedig az, hogy nem igazán szeretnénk, hogyha az önkormányzati választásokat tovább mérgeznénk a pártlogikákkal, ebben a mi pártunk nem nagyon akar részt venni, így az önkormányzati választásoknak a dolgát elsősorban a civil hátterű szolidaritás mozgalomra bízzuk, és az európai parlamenti választási dolgával pedig fog foglalkozni az úgynevezett párt. Na most, hogy egy kicsit oldjam a vasárnap hajnali ébredés fáradalmait, én nekem van egy olyan mániám, amivel igyekszem megmagyarázni, hogy miért is van az, hogy a tőkés osztály, munkásosztály harcában torony magasan a tőkés osztály áll jobban. Állandóan elpofozza a munkásosztályt világszerte, Európában, mindenütt az égvilágon. Mindenki tudna mondani csiliárd okot erre vonatkozóan. Én egy nagyon markáns okot szeretnék elmondani nektek. Egy a sok közül, ezt nyomatékosítom, nehogy valaki azt így, hogy csak ezről van szó. Nevezetesen, hogy a tőkés osztály megfelelő apparátusai szó szerint olvasnak Marxot, a munkás osztály megfelelő reprezentánsai meg kevésbé.
Na most, ha már olvassák a tőkések a Marxot, akkor a következő derül ki számukra, hogy aha, szóval így működik a kapitalizmus. Nagyon jó, akkor maxoljuk ezt ki. Profit, hurrá, kimaxolni. Extra profit, hurrá, kimaxolni. És gyakorlatilag, ahogy Marx leírta a kapitalizmus működését, a tőkések azt mondják, köszönjük szépen, kedves Károly, ez nagyon jó ötlet volt, itt van előttünk a térkép, tudjuk, hogyan kell ezt csinálni, a munkásosztály meg szívja, mint a torkos boz. A munkásosztály meg nem nagyon olvas Marxot, ennél fogva, hát bizonyos mértékig persze igen, de nem olyan mértékben és nem olyan üzemszerűen, mint ahogyan ezt a tőkések működtetik. Ennél fogva, ebben a csatában gyakorlatilag ötletet adtunk ezeknek a dögöknek, hogy hogyan kell minket kizsákmányolni. Na most a másik fele a történetnek az, hogy azért élénkül ez a bizonyos, mondjuk így, hogy osztályharc, az hosszú évtizedeken át a neoliberalizmus árnyékában ez a te is lehetsz milliómos nevű ígéreteknek a tömegét hallhattuk végig. Ennek árnyékában ugye nagyon sok minden ellaposodott, de most valahogy kezd újjáéledni, és örömmel jelenthetem, hogy az előzetes várakozások, most európai szintű várakozásokat mondok, az azt mondja, hogy két erő van, amelyik várhatóan erősödni fog európai dimenzióban. Sajnos a második a radikális baloldal, tehát a mi európai baloldal elnevezésű mozgalmunk, hát az ezüstérem is jó, de hát sajnos az aranyérem az mindenféleképpen az ECR, tehát az Európai Konzervatívok és Reformereknek a világa, ez így ilyen a középutas Európai Néppárttól erőteljesebben jobbra lévő társulat, nem kicsi, és gyakorlatilag ugye Orbánék is e felé keringőznek újabban, de próbálnak valahogyan beférkőzni, mi több, ha ez sikerül nekik, akkor még egy elég jelentős szerepet tudnak játszani, mert nagyon masszív az a tizenvalahány képviselő, amit ők szoktak volt összeszedni, azért az, szóval az combos tétel. No, tehát az ECR, illetve a European Left, ez a kettő, amelyiknek perspektívát adnak a közvéleménykutatók, vagy a mércék, és az összes többinek, főleg a középpártoknak egy nem túl masszív, de azért kitapintható süllyedést, és hát jó hír, akkor legyen egy jó hír, egy igazán jó hír is, a náciknak is, ugye ebből azért többféle formáció van az Európai Parlamenten belül, de minden esetre a szélső jobbot szintén a lefele nyíllal mutogatják. Magyarul a háttér számunkra kifejezetten jó. Mi több, van két olyan európai minta, mondjuk így a franciák, meg a spanyolok, ahol egyébként látszik az, hogy a baloldali pártok, mozgalmak, műhelyek igen jelentősen összefognak. És ez nem szervezeti kérdés csupán, hanem az, hogy a hang, amit kiadnak magukból ezek a szervezetek, többé-kevésbé egy irányba kezd el mutatni. És én hadd utaljak vissza egy tegnapi vitára, ami félig meddig csak álvita. Ugye itt mellettem ül Attila, aki emlékeztetett mindenkit, hogy hát jövő lesz 80 éves, az egész ságvári féle, mondjuk így, hogy emlékév. És ugye itt voltak vitatkozók, talán pont azt hiszem Anna Mária, aki azt mondta, hogy igen, de hát az ennél fontosabb is van. Szerintem a kettő bőven megfér egymással. Lényegében mondjuk a ságvári megemlékezés elvisz egy vagy két fél napot, ezzel szemben 365 napon keresztül kell nekünk ugye az amerikai imperializmussal, és nem tudom mivel foglalkozni, de hát nagyon megfér a kettő együtt. De ha már ságvárit említem, azért ez csak egy emlékezetes pillanat, hogy Attilával idén is voltunk ott a remiznél megemlékezni az eseményekről, és hát persze ugye csak az mondjuk így a kormány sajtó, vagy a jobbos sajtó, magyarul a Hír TV jött ki. És én ott elkezdtem ott színészkedni, és mondtam, hogy hát keresem itt a Népszavának a tudósítóját, már csak azért is, mert volt kollégájukról beszélünk. És ezek azok a szégyenfoltok, amikor ugye azt kell mondani, hogy ez a Ságvári Endre a maga módján egy igazi vívőr volt, egy abszolút bohém figura, ráadásul egy förtelmesen egészséges, erős testalkatú, sportos, szuperlatívuszokban lehet mondani. Tehát tulajdonképpen megtestesítette azt az energiát,
ami gyakorlatilag a baloldalnak annyira hiányzik manapság, hogy azt mondjuk, hogy na, akkor megyünk és nyomulunk és csináljuk. És... Tehát magyarul nem rossz ez a háttér, és ezeket tényleg érdemes egy kicsit fölelevíteni. Tibor, a Népszabadságvár helyett a Pride-on volt. Igen, hát akkor még jobb, ugye? Nagyon gratulálok, helyes, jól van. Tulajdonképpen így a választások tekintetében azt mondom, hogy mind a nemzetközi háttér, mind a szellemi háttér, és talán ez a legfontosabb, de azért a szervezeti háttér is nagyon sokat fejlődött a baloldal a tekintetben, hogy egy markáns, és szerintem akár 2-3% környéki, sőt, még rémálmaim, vagy nem pozitív rémálmaimban még ezt is meghaladó eredményt lehet elérni, ami azért egy nagyon kemény belépő tudna lenni a következő szintekre, és nyilvánvalóan azért valahol a szolidaritás mozgalom és más mozgalmak tekintetében az önkormányzati szinten is ezeket meg lehet találni ezeket az együttműködési lehetőségeket. Ma azt kell mondjam, hogy kitapintható módon, ahol a leginkább van egy új típusú érdeklődés a baloldal iránt, az a fiatalok. Ezt kifejezetten merem mondani, hogy azok a szövegek és témák, amelyeket ők, a mai fiatal generációk fölkarolnak egyetemekkel, szórakozóhelyeken és sok minden más, elképesztő módon a baloldal igazság szeretetéből, az igazságosság oldaláról indulnak ki, és nem szabad elfelejteni azt is, talán a mai nap során erről még bővebben lehet beszélni, hogy van a baloldalnak, vagy mondjuk így a generációs értelemben vett baloldali uprise-nak, fölemelkedésnek egy nagyon komoly zöld ágaboga. Na most a zöldet itt nem se nem posztóképzőként, se nem pejoratív értelemben mondom, hanem az, hogy a szolidaritásnak egy kiterjesztett értelmezésébe kezdenek el egy kicsit a fiatalok belemenni, tehát az, hogy egymás mellett áll, tehát magyar, nem koszolom össze én a te környezetet, te se koszold össze az enyémet, sőt, mit, ha te tiszta akarsz lenni, akkor én abban segítek, mert te is segítesz nekem, hogy tiszta akarjak lenni. Tehát ez a zöld összefüggés, ez nagyon komolyan része lehet a baloldalra annyira jellemző szolidaritás elnevezésű fogalomkörnek. No, egy szó, mint száz, én a magam részéről úgy látom, hogy kifejezetten a korábbi évek összehasonlításában pláne jó állapotban van, vagy egyre jobb állapotban van a valódi baloldal, és amivel nekünk igazából meg kell küzdenünk, és ez sajnos egyébként félig meddig európai vagy világjelenség, ez pedig az, hogy ezek a új sütetű, vagy régebbi sütetű, középutas, liberális, vegyes felvágott pártok, ezek kikiáltják magukat baloldalnak. Most csak mondjuk egy magyar példát. Itt van a Partizán, amelyik azt mondja, hogy ők, de ők nem média, nem így mondják magukról, ők baloldali aktivisták. Soros által finanszírozva. Na most, ez a világ egyik legnagyobb hazugsága, és ezzel meg fogunk szenvedni, mert a közvélemény keményen ezeket tekinti baloldalnak, meg a liberálisokat, meg a szocialistákat, meg a Momentumot, meg a nem tudom mit, ezeket tekinti, meg hát a Fidesz is rádolgozik. És csak egy érdekes dolog, hogy én egy fideszes korifeussal beszélgettem egy alkalommal, és mindjárt befejezem, mielőtt még az elnök azt, hogy rám szól, hogy egy fideszes korifeussal beszélgettem, csak hogy mondta neki lazán, de figyelj ide, szóljál már ott a többieknek, hagyjátok abba ezt a baloldalat, és az egész liberális bandát itt egyfolytában baloldalnak nevezitek, mondani, ez összezavarja az embereknek a fejét. Jó, majd szólok, majd beszélek, majd föl. Eltelt egy hónap, két hónap, újra találkoztam vele, valahol összefutottam, és mondom, na, mi van, mondom, szóltál az izének a többieknek? Azt mondja, igen, szóltam, de ez nálunk a policy. Tehát ez nem valami véletlen, meg elsült, meg nem tudom micsoda, hanem a Fidesz is keményen dolgozik, hogy a liberális konglomerátor, jobboldali, középutas, mint a zöld, stb. Liberális blokkot tekintse baloldalnak.
Na egy szó, mint száz, ezzel viszont meg kell küzdenünk, és én ebből a szempontból kifejezetten szerencsésnek tartom, hogy a mi rendezvényünk egyébként persze nyilván elhallgatják, de akkor is egybeesik a liberálisoknak is, meg a Fidesznek is a nagy hétvégéjével, tehát ez a Köcsei, meg ez a Margit szigeti, meg a nem tudom milyen találkozó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen értelemben pályán vagyunk, bejátszottuk magunkat a pályára, és tulajdonképpen szinte azt kell mondjam, hogy csak békességben, figyelemben egymásra egyszerűen csak csinálni kell. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Mi viszont nagyon sokat elkövetünk azért, hogy ne hallgassák el ezt a rendezvényt. Most is készül, ha jól látom, élőadás. Úgyhogy ezt köszönjük szépen. Vajnai Attilát kérem. Én is köszönöm a lehetőséget. Nem a tegnapi napot folytatván, csupán a hagyományt, és hogy Tibor mégis említette, hogy a baloldalnak azért komoly kulturális öröksége, hagyománya van. Meggyőződésem, hogy minden, amit teszünk, ezekből a kulturális gyökerekből, abból a mélységesen humanista ideológiából kell táplálkozzon, amelyet felhalmoztunk, és a részben tudásunk, részben a családból, az ismerősöktől átörökítve kell, hogy tovább vigyünk. És ezért adtam az én előadásom címének azt, hogy levegőt. Valahogy az adott helyzetben ezt érzem, ugye sokan ugye bólintanak rá József Attila. De mennyivel többről is szól, és mennyi minden van abban az egy szóban, hogy levegőt. Egy olyan országban, ahol nagyon-nagyon kevés szó esik a szabadságról. Igen, a szabadság ez egy alapvető életérzés, és sokan azt hiszik, hogy ez a szabadság ez arról szól, hogy bármit tehetnek, olyan megbotránkoztató dolgot, amit egyébként nagyon sokan nem szeretnek. Pedig alapvetően a szabadság az a hétköznapi, a mindennapi emberi tevékenység része. Az, amikor azt mondjuk, hogy van hol laknunk, van mit ennünk, innunk, van kit szeretnünk. És itt jön az alapgondolat, éhes, ihas, ölelhes, alhas. Négy szó. És szinte az egész életünk benne van. Igen, ez is József Attila. És amikor azt mondjuk, hogy választásokra készülünk, akkor azt mondjuk, hogy azért készülünk választásokra, mert az, amiben élünk, az a rendszer, ez nem adja meg számunkra azt a szabadságot, amire vágyunk. Amire vágytunk korábbi változások idején is, és amire most még inkább vágyunk. Egészen megnyomorító, korlátozó, szabadságot eltipró rendszerben élünk. Én személy szerint minden egyes alkalommal nehezen élem meg, amikor látok egy kilakoltatásról szóló tudósítást. Természetesen a média csinálja a dolgát, tehát általában föltupírozzák, és akkor ugye a rokkant, a beteg, a gyerekes családok, de egy átlagos kilakoltatás, amiről nem szólnak a média hírek. Az is kilakoltatás, és tömegeket érint, és a veszélye annak, hogy elveszítheti azt, amiben élt. És nem, itt nem feltétlenül csupán csak a tulajdonról van szó. Nagyon sokan élnek albérletben. És ott a domokrészi kart. Mi van akkor, hogy a tulaj úgy dönt, hogy többje, másnak adja, vagy eladja a lakást, és azért kell távozni. Ez egy hétköznapi fenyegetés, és nem akármilyen fenyegetés. Hogy alapítson családot a fiatal? Hogyha nem tudja, hogy egy év múlva, akár fél év múlva ugyanabban a lakásban lakhat-e? Hogyan tud megfelelő lakást szerezni? Ezek az alapkérdések, amelyek a fiatalok többségét, de a nyugdíjasok többségét is érinti. Hogy fizessük ki a számlát? A rezsicsökkentett emelt számlát. Amikor az egész világon látjuk, hogy energiaválság van.
És nem csak azért, mert a magyar kormány rosszul csinálja, vagy jól csinálja, vagy nem csinál semmit, vagy éppen valami egészen más, mint kellene, hanem azért, mert hogy ebben a helyzetben élünk. Alapvető értékeket kell megfogalmaznunk, alapvető értékeket kell kiállnunk. És amikor az európai parlamenti választásokról beszélünk, akkor egy olyan választásról beszélünk, amit egy kontinensnyi ember együtt akar megvalósítani. Már mindenki rádöbbent arra, hogy az energia kérdés ez nem csak arról szól, hogy Magyarországon van egy ilyen bánya, vagy olyan erőmű. Ez egy globális kérdésé vált. Ha a Suezi csatornában keresztbe fordul egy hajó, akkor nem csak energia ellátási lánc borul fel, hanem számos termék ellátása kerül veszélybe. Egyetlen egy hely. Ezek az úgynevezett globális ellátási láncok. Amikor Európáról beszélünk, akkor mi nem a fehérek Európájáról beszélünk, hanem az emberekről. Azokról, akik különböző világokból jöttek, itt jelenleg köztünk, és mi magunk is különbözőek vagyunk. De ezt az egész kontinenst együtt kell, hogy megváltoztassuk. És ebben a világválságban, mert ugye sokan nagyon nem értik még, hogy itt az Egyesült Államok rendszere is inog, amikor az ottani szociális katasztrófa kezd kopogtatni az ajtón, akkor nekünk itt Európában egy más rendszert kell felépíteni. Eddig a neoliberális gazdaságpolitika, a globális tőke szabad, teljes szabadságára alapuló rendszer működött. És ez a mi szabadságunkat korlátozza. Nekünk olyan alapvető jogokért kell Európában kiállnunk, mint a lakhatáshoz, az egészséges ivóvízhez, a tiszta levegőhöz. A városokban katasztrofális probléma a tiszta levegő. Ezekhez való alapvető jog. És ezt nem lehet piaci alapon megoldani. Mondja meg nekem valaki, hogy akarják piaci alapon megoldani, például a Budapest ivóvíz ellátását. Mert többször a média többször foglalkozott az ólomszennyezéssel. A régi épületek alatt, magában az épületben, illetve az épületek között ólomvezetékek vannak. Olyan ólomszennyezése van a budapesti ivóvíznek, ami szó szerint súlyosan ártalmas az emberek egészségére. És ezt nem lehet megoldani, hogy tied a lakás, old meg. Egyszerűen nincs rá pénz. De az emberek, és nem csak azoké, azon emberek egészsége van veszélyben, akik annó a privatizációban részt vettek, hanem a gyerekei, aztán majd az unokák. Az ő életük nem számít. Ezekre pénz, forrás kell. És nem lehet piaci alapon megoldani. Nem lehet meg piaci alapon megoldani azt, hogy tiszta és megújuló energiaforrásokból lássuk el magunkat. Egyébként be is ismerték. Európában egy vegyes rendszer működik az energiagazdaságban. Egyre több és nagyobb arányban jön a zöld energia, amit viszont nem piaci alapon lehet termelni, mert úgy még nem éri meg a versenyzés. Ugyanez a lakhatás kérdése. Tehát annak idején, ha valamit, akkor a szocializmust építő társadalmak jól bebizonyítottak, hogy a tervezett és a bérlakás építési program az tömegeknek tud gyorsan megfelelő körülményeket adni a lakhatáshoz. Nem feltétlenül arról szól, hogy én neked holnaptól adok egy 60-70 négyzetméteres lakást tulajdonban. De igenis tudni kell garantálni azt, hogy fiatalok 20, akár 30 évre előre tudjanak tervezni. Vagy ott van az élelmiszerbiztonság kérdése. Manapság már ott tartunk, hogy a boltban azt kell nézni, hogy melyik polcról, az akciós polcról, vagy pedig nem akciós polcról veszünk el bármit. És egyre többen csak az akciós terméket vásárolják. De ehhez egy szociális rendszer kell, ahogy a nyugdíjrendszer is. Fenn kell, hogy tudjuk tartani. Ez nem megoldás, azt mondjuk, hogy de jó, hogy nő az életszínvonal, ő szerintük kitolódik a várható élettartam, és ezért toljuk ki a nyugdíjkorhatárt. Miközben radikálisan csökken az ugyanazt a személyautót
személyautó előállítása szükséges munkások száma. Most fele annyi munkást tud előállítani ugyanannyi személygépkocsit, most csak azért a személygépkocsit osztom, hogy mindjárt akkumulátorozni is fogok, mert hogy tehát fele annyi munkás kell hozzá, és ugyanazt, sőt, sokkal jobb autókat tudnak előállítani ezek a gyártósorok, ezekkel a csökkentett létszámú alkalmazottal a baloldalnak, a rendszerkritikus baloldalnak. És hangsúlyozom, számomra ez jelent baloldal. Az lehet baloldali, barrább állhat mondjuk a neoliberálisoktól, akik azt jó, egy kicsit akkor még adjunk egy kis szociális segélyt, meg így, meg úgy, de a rendszer lényegét kell megváltoztatni. Egyik oldalról a tulajdonviszonyokat, a legfontosabb, például az alapvető létszükségleteket előállító energiaszektor, élelmiszer, egészségügy, oktatás, tehát ezeket a területeket, nyugdíjat beleértve, ezeket ki kell vonni a lehető leggyorsabban a piaci mechanizmusok uralma alól, részben tulajdoni, a tulajdonkérdés megválaszolásával, köztulajdonba vétellel, vagy a társadalmi tulajdon, vagy mint az állami tulajdon ellenőrzésével. És a másik oldalról pedig mindent el kell követni, hogy korlátozzuk a tőke hatalmát. Korlátozzuk azokat a cégeket, amelyek, hát igen, megtanulták Marsot, nem számít nekik az ember élet, csak a profit, és már csak 5 perc van. És befejezésre csak egy példát, hogy hagyj hozzak, hogy hogy függenek össze a szociális kérdések, a környezetvédelem és a demokráciával. Tehát az nem jó, ez elfogadhatatlan, hogy nagy tőkés társaságok csak azért, hogy elkerüljék a környezetvédelmi normák betartását, olyan országba telepítik a környezetszennyező technológiáikat, ahol olyan kormányok vannak, akik tudják, hogy a tenyerükből esznek, szó szerint, és bármit kérnek, teljesítenek, és nem a nép számít, és akkor is működni fognak a gyárak, hogyha súlyosan szennyezők. És itt teljesen mindegy, hogy dél-koreai, vagy éppen amerikai, vagy német, vagy kínai, bármilyen tőkés társaságról beszélünk. Mert hogy a tőke jellegzetessége a profit számít, nála nem pedig az, hogy a tulajdonos milyen származású. És Magyarországon igenis léteznek olyan technológiák, amivel lehet előállítani környezetkímélő módon, akár akkumulátor, a napelemek előállításáról viszont kevés szó esett, messze kevésbé szennyező az előállításuk, mint az olajiparnak csak a töredéke, de ettől függetlenül természetesen minden ipari technológiának van szennyezése. Tehát lehet, de csak akkor érdemes ezekbe belefogni, hogyha azzal garantáljuk, hogy nem tesszük tönkre a környezetünket. Magyarország számára a föld, a termőföld, a vízkészletünk, a talajban, a felszín alatti vízkészleteink olyan értéket képviselnek, ami nem megengedhető, hogy rövidtávú érdekek oltárán feláldozzuk. És igenis, joga van a magyar önkormányzatoknak, és úgy gondolom az önkormányzatok, az önkormányzati választáson is kell majd erről beszélni, dönteniük arról, hogy ők, ahol élnek, ott milyen beruházások történhetnek. Miért ne lehetne bátori terenyén joga a választóknak eldönteni, hogy engedik vagy nem engedik környezetszennyező technológiát. Mert hogyha olyan döntés születik, akkor nem lehet idehozni azt, amit ide terveztek. Vagy azon be kell zárni. Most úgy tűnik, hogy a népfelháborodás népszavazás nélkül megoldja ezt a kérdést. De ez csak egy példa, ezt rendszer szinten kell tehát több jogot, több szabadságot adni azoknak az embereknek, akik konkrétan elszenvedői annak a rendszernek, amiben élünk. Meggyőződésem, hogy erre a baloldal képes, már egy ilyen rendszer szintű változtatásra, nem egy centralizált, központi utasítás alatt működő baloldal, de a szabadság ideája, az emberi egyenlőség ideája mellett elkötelezett baloldal, kezdve a spanyol, a portugál, bezárólag egész Európában, most éppen mondani olyan, aki nem EU-s tagország, de európai, de lényeg az, hogy mindenkit össze kell tudnunk fognunk, az összes kizsákmányoltat, az összes kárvallottat, és egy új rendszer fölépítését kell meg. Nem tudunk előre programot, részletes programot adni, csak azt tudjuk mondani, hogy az a célunk, hogy szabadok legyenek,
és ők dönthessenek arról, hogy milyen rendszerben akarnak élni, és hogyan tudják megvalósítani az álmaikat. Ebben szeretnénk mi szövetségeseket találni. Nagyon remélem, hogy az elindult folyamatok sikeresek lesznek, és az, hogy Magyarországon mi történt, természetesen számunkra nagyon fontos, de legalább olyan fontos, hogy mi fog történni az Európai Unióban, az Európai Parlamenti választásokban. És a magunk részéről Tiburral is mindent el fogunk követni. Idén is lesz erre még fórum Madridban, és utána tovább európai, számos európai választások. Bekapcsolódunk ebbe a folyamatba, és minden érvet és minden tudást és minden érzelmet, ha kell, felhozunk annak érdekében, hogy valódi változás legyen Európában. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Schiffer Andrást kérem. Kikapcsoltam, nehogy megint közbeszóljak véletlenül. Először is én nagyon szépen köszönöm ezt a last minute meghívást, nem is igazán tudtam mire vélni, mert szemben itt a többiekkel nekem semmiféle szervezet nincs, és nem lesz belátható jövő időm belül a nevem mellett. Viszont ha esetleg népszórakoztatási cél volt az én meghívásom, hogy itt jól össze fogunk vitatkozni, akkor ki kell ábrándítsam a szervezőket, mert amiket a Tibor és az Attila elmondott, azokkal nekem semmilyen vitám nincsen, sőt, én azt tudom mondani, hogy minden nagyra becsülésem az ISZOM-nak, illetve az európai baloldalnak, hogyha közösen együtt nekivágnak a jövő évi európai parlamenti választásnak, ha föláll a két pártnak a közös listája, és nem feltétlenül választójogi értelemben közös lista, az egy dolog, hogy az én szavazatomra akkor is számíthatnak, hogyha közben jó néhány dologban, erős kritikámban azzal kapcsolatban, amiket az elmúlt években csináltak. Csak remélni tudom, hogy a nemzeti és vallási érzékenységek sértegetése helyett például az őshonos kisebbségek önrendelkezési jogát is ez a formáció zászlóra fogja tűzni az Európai Parlamentbe. De ami miatt nagyon fontosnak tartom, hogy legyen választható listája a rendszerkritikus baloldalnak jövő júniusban, mert ha csak a napi híreket figyeljük, azt látjuk, hogy akik elégedetlenek a jelenlegi rezsimmel, a NER-rel, az Orbán kormánnyal, gyakorlatilag beszorultak egy orbánocentrikus világképbe, az egész világnézetüket Orbán Viktor esetleg kisegítőleg Gyurcsány Ferenc személye köré rendezik, és az szerint lehet ma brendeket piacra dobni Magyarországon, hogy ki milyen heveny indulatokkal van a jelenlegi, esetleg a korábban volt miniszterelnökkel szemben. Ehhez képest én egyébként a már emlegetett Partizánba is elmondtam, hogy meg is kapom, hogy emiatt természetesen én Orbán Bérenc vagyok, hogy az én világnézetem középpontjában nem Orbán Viktor van, hanem a globális kapitalizmus, és éppen ezért tartom nagyszerű lehetőségnek, hogyha lesz ilyen, végre lesz ilyen választható alternatíva európai parlamenti választáson a szavazó lapon, mert vagy lesz ilyen, amiről a Tibor meg az Attila beszélt, vagy kénytelenek vagyunk jobb ilyen megint valami szépségversenyen választani a nem létező alternatívák közül. Mondom ezt úgy, hogy ha egy ilyen lista feláll, akkor természetesen én amiben tudok, segítek, ha kell, kopogtatok, és a többi, van már benne rutinom. Viszont nagyon lényegesnek tartom azt, hogy legyen egy egyértelmű üzenet, hogy egy ilyen formáció az európai baloldalnak a programját vállalja fel. Mondom ezt úgy, hogy ráadásul az európai baloldal több kormányon lévő tagpártjával szemben is, gondolok itt a spanyolokra, igen erős kritikám van. Mert azért azt ne felejtsük el, hogy amit a spanyolok a jobb sorsra érdemes Podemos művelt kormányon, az a szembeköpése a baloldali küldetésnek. És beadták a derekukat a progresszívokkal szemben. Tehát az, amilyen sorsra a Podemos jutott kormányon Spanyolországban, ez legyen egy figyelmeztető. A másik viszont, amit mondani akarok, az a helyzet. Tehát abban én a Tiborral valószínűleg nem véletlenül maximálisan egyetértek, hogy valami, mintha elindult volna. Nyilván nekem könnyű a helyzetem, mert én nem vagyok semmilyen pártnak az elnöke, és semmilyen felelősség nem terhel semmilyen formáció miatt, hogy nekem feltétlenül el kéne indulnom választáson. Tibor nem ebbe a
cipőben van, de én szeretném a hangsúlyt arra helyezni, hogy elindult. És ez egy baromi hosszú folyamat. Gondolok itt a februári közös nyilatkozatunkra, a békepárti nyilatkozatunkra. Azt én egy óriási dolognak tartom, hogy egy íven, egy globális sorskérdésben olyanoknak a neve szerepel, akik az elmúlt 5-10 évben egymásnak jószerével a köszönését nem fogadták, súlyos ideológiai viták is vannak közöttük, közöttünk, és ennek ellenére történt egy gesztus egy fontos kérdésben, ami azt jelzi előre, hogy össze lehet szervezni Magyarországon a rendszerkritikus baloldalt. Viszont itt túl azon, hogy még odáig se jutottunk el, hogy legalább egy informális kerete legyen ennek az együttműködésnek, mert ez a februári békepárti nyilatkozat, ez több volt, mint az ISZON meg a szolidaritás, illetve az európai baloldal, jóval több. Jó néhányan olyanok írtuk alá, akik egyik formációnak sem voltunk, és nem is vagyunk a tagjai. Öt volt parlamenti képviselő írtuk alá. Az egyik, hogy továbbra is fönnállnak közöttünk, ez a tegnapi délután is kiderült, nagyon is lényeges ideológiai különbségek, amiknek a, hogy mondjam, ezeknek a mérkőzéseknek a lejátszását nem lehet megsporolni. Főleg, hogyha egyszer mindannyian közösen akarunk harcba vonulni, akkor nincs lehetőség a vitáknak a rendezésére. A másik pedig a kétoldali elhallgatás, itt már ironizált ezen egyet a Tibor, de tényleg sokat mondó volt, hogy akkor, amikor öt volt parlamenti képviselő és több mint 50 baloldali aktivista értelmiségi aláír egy békepárti petíciót, ezt egyfelől elhallgatással honorálja a balliberális sajtó, a Soros Galaxis, és ugyanígy elhallgatással honorálta a Lakály média is. Mert bezavart volna mind a kettőnek a világképébe. Hát Rogán Antalék jelenleg arra költenek el milliárdokat, hogy a baloldal háborúpárti, akkor hogy a fenébe van, hogy itt baloldaliak a béke mellett állnak ki. A másik oldalon meg szintén kényelmetlen kérdéseket vet fel az, hogy baloldaliak, rendszerkritikus baloldaliak az imperializmusa ellen szállnak sikra. Ennyit a helyzetről. Viszont, ami szintén következik a tegnap délutánból, hogy sikeres rendszerkritikus baloldal Magyarországon akkor lehet, jegyzem meg, ez önmagában egy ilyen furcsa szó összetétel, hiszen nincsen nem rendszerkritikus baloldal, mint ahogy még egy, hogy korábbi elvtársaimnak okozzak örömet, nincsen nem kapitalizmus kritikus zöld politika sem. Viszont az újra pozícionálásra szükség van. Tehát, hogy folytassam a tegnapi gondolataimat, és reagáljak részben arra is, amit itt Attiláék érintettek meg, amiben az imént megemlítettem a spanyol kormányon lévő Podemos, vagy Sumár, vagy hogy az ördögbe hívják most éppen őket. Ameddig a rendszerkritikus baloldal pusztán csak, és most nem akarok a tegnapi vitába belemenni, mert nagyon helyes az antifasizmus emlékének az ápolása, de ami kizárólag egyik irányba húz határvonalakat, és nem határolja el magát világosan, és nem von egy tűzfalat. A progresszívek, a liberálisok nyelvezete, rítusa, politikai agendája elé addig bohóc szerepre van kárhoztatva. Ezt tessék megérteni. Tehát én tegnap sem, bocsánat, nem Vajnai Attilának akartam beszólni, amikor azt mondtam, hogy a fasisztázós bicikliről tessék leszállni, csak azt tessék megérteni. Azt tessék megérteni, hogy miközben nagyon helyesen ki kell tartani amellett, hogy a rasszizmus, homofóbia irányába nem lehet gesztusokat tenni, nem lehet vörös vonalakat átlépni, azt is világosan kell látni, hogy akkor, amikor egy identitáspolitikai küzdelem zajlik a kétféle jobboldal között, egész egyszerűen észrevehetetlen, ásatag, multidéző bohóckodás a baloldali politika, hogy közben folyamatosan belecsúszik a progresszívek napirendjébe. Ezt tette a Podemos Spanyolországban. Ennek semmi értelme. Nem fognak észrevenni minket, titeket. Tehát nagyon világosan látni kell, hogy egy másik világ van, mint 80-100 évvel ezelőtt, mások a frontvonalak, az elnyomás, kizsákmányolás tengelye is egészen másik van, mint 100 évvel ezelőtt.
Az előbbiekből viszont az is következik, hogy miközben minden tiszteletem Tiboré Attiláé, nekem eléggé korlátozottak a várakozásaim az EP választást illetően. Részben ennek van technikai oka, hogyan a Fidesz pusztán azért, mert pillanatnyilag jó ötletnek látszott, összevarta az önkormányzati és az európai parlamenti választást. Nyilvánvaló, hogy itt a média térben, a média zajban a legtöbb hírt el fogja vinni az, hogy ki lesz, vagy ki marad a főpolgármester Budapesten, slussz. Esetleg még néhány pénzes kerület és nagyváros sorsa lesz, ami kitölti majd a média teret, média felületeket is. De ráadásul pontosan azért, mert jelenleg ez az Orbánocentrikus világkép uralja a magyar politikai közbeszédet, az látszik, hogy minden nap ki kell egy olyan formáció valami ismert közéleti figurával, amelyik valamilyen árnyalatban lép el a többiektől ebben az Orbánocentrikus világképben. Valaki egy kicsit jobban gyűlöli Orbán Viktort, valaki azzal próbál tábortársulni, hogy egy kicsit kevésbé szórátkokat Orbán Viktorra, aki azzal próbál tőkét kovácsolni, hogy ő legalább annyira utálja Gyurcsányt, mint Orbánt, ennek semmi értelme. Viszont azzal meg tisztába kell lennünk, hogy egy kicsit akkor vitatkozzunk is, hogy a munkásosztály Magyarországon 1948-ban nem pusztán azért számolódott föl, mert az államszocializmus, a szakszervezeteket államosította, a szocdempártot bedarálta, és a többi. Beszéljünk arról is, Tibor, hogy úgynevezett életmód baloldalt, tehát elvégezte azt az elméleti munkát, amire én itt sarkaltam az imént mindenkit, hogy világos tűzfalat kell vonni a globális nagytőke uszájában lévő progresszívekkel szemben. Egyébként minden baloldali törekvést egész egyszerűen ki fognak parodizálni és zátonyra fognak futtatni. Hogy mennyire létező esély a Wagenknecht jelenség, arra semmi sem árulkodik jobban, mint hogy a német sajtó már kétféle szélsőségről kezd el beszélni. Ez egyébként már nyomokban Magyarországon is jelen van. Mi, amikor a jobbközép meg a progresszívek kétféle szélsőséggel riogatnak, akkor azt gondolom, hogy jó úton járunk, paradigmaváltás zajlik az egész globális politikában, és ezt szorosan nyomon kell követnünk. Köszönjük szépen, lesz még lehetőség egymásra is reagálni, csak most szeretném kérni Székely Sándort. Szól. Én az önkormányzati választások felé fogok kanyarodni, de azért ennek szoros összefüggései vannak az EP-vel és egyáltalán azzal, hogy mi itt vagyunk most. Az előttem szólókhoz hasonlóan én is elképesztően fontosnak és jó dolognak tartom azt, ami most történik a parlamenten kívüli baloldallal, tehát velünk. És itt én nekem ki kell emelnem, hogy itt ez egy nagyon komoly munka, ami van, és mindenki, aki ebben részt vesz, az tényleg nagyon nagy köszönet illeti, mert itt nem, hogy állami milliárdok nincsenek, hanem állami 20 000-ek sem, tehát, hogy itt aki ebben dolgozik, az nagyon komoly munkát tesz, és tényleg a közösségért, tehát én azt magunkon kívül, hogy ebben részt veszünk, tényleg meg szeretném köszönni ennek a rendezvénynek, meg még a Korbi rendezvénynek az összehozásáért is, ugye az Attiláékon kívül, mert azért nekik ebben nagyon nagy politikai szerepük van, de ugye a Somi Juditnak, meg a Morva Juditnak, akik ennek a három napoknak, meg két napoknak, meg egy napoknak a dolgait csinálják. Nyilván mi ebben segítünk, de én ezt pontosan tudom, hogy ez nem nagy munka, úgyhogy tényleg nagyon nagy köszönet. Visszatérve, egyiket a Korbin volt az első dolog, vagy az egyik nagyon szuper jó dolog, ami történt velünk. Ugye jellemző módon, tehát nekünk még tanulnunk kell azért, pedig már régóta politizálunk, de azt tanulnunk kell, hogy amikor csinálunk egy jót, azt akkor még kommunikálni is tudjuk, de jellemző módon a Jámbor Andrásék, tehát meg a partizán közege húzta le ebből is azt a kicsi kis médiát, hogy itt volt az angol munkáspártnak volt elnöke, aki világszerte ismert ember, és mi hívásunkra jött el, és ezt más szervezetek is képesek voltak a megkérdezésünk és az egyeztetésünk nélkül kihasználni, hogy ez a helyzet, ebben dolgozunk. Mi
tavaly augusztusban döntöttük el, most nettó iszom szolidaritás mozgalom, hogy az ketté választjuk az ügyeinket. És ugye akkor azt mondtuk, hogy az EP-re a pártjainkkal indulunk, és a önkormányzati választásunk, önkormányzati választáson beváltjuk a még akkor iszom elnök Huszti Andreának a évek óta mondott javaslatát, hogy ott meg önkormányz, ott meg civil szervezettel kell indulni, és egész egyszerűen ketté válasszuk az ügyet. Egyrészt azért, mert elképesztő, már is gondoltuk, hogy iszonyatosan nagy zaj lesz, és hogy szóval nagyon nehéz összehozni, hogy akkor most akkor az önkormányzati választás, meg az EP választás, de azért is, mert két különböző politikát akarunk csinálni. Az EP választáson valóban egy rendszerkritikus, baloldali, tisztán nettó, akár radikális baloldali tartalmakat kell mondani. Egyrészt, mert ezt gondoljuk, másrészt meg valóban az elmúlt időszakban egyáltalán nem mellékesen annak, hogy Schiffer András, Krausz Tamás és egyébként Szanyi Tibor is, meg mások is járják a médiát, és ennek van hallgatottsága, és van húzása, és igenis ezt a narratívát építjük napról napra. Tehát van ez a dolog, csak hát óriási zajban van. No, de ezzel ellentétben az önkormányzati választások szerintünk legalábbis tényleg másról szólnak, és tényszerű, politikailag, taktikailag, stratégiailag is könnyedebb nem ideológiával részt venni a magyar önkormányzati választásokon. És ezért mi azt mondjuk, hogy az önkormányzati választásokon civil szervezettel, a Magyar Szolidaritás Mozgalommal veszünk részt, és ennek az is a hozománya, hogy egyrészt a belső ideológiai vitáinkat nem kell kivinni sehova, illetve tudnak hozzánk kapcsolódni olyan emberek, olyan civil szervezetek, akik nem feltétlenül ideológiai alapon politizálnak Kecskeméten, Budapest 7. kerületében, most tehát az ország bármely településében, hanem a helyi ügyekben akarnak patriótaként dolgozni. Mi ebben tudunk velük együttműködéseket kialakítani. Nem eltitkolva természetesen a mi baloldali ügyeinket, amik nyilván a nagyvárosokban, meg leginkább főleg, hogyha lesz budapesti kampányunk, erről egy kicsit később beszélek, ott ezek ki tudnak domborodni. A szolidaritás mozgalomnak van önkormányzati múltja, nekünk jelen pillanatban is van képviselőnk Debrecenben, volt olyan időszak, amikor volt Budapesten polgármesterünk, jelenleg is van pár helyen sporadikusan képviselő. Tehát mi ebben a műfajban részt vettünk az elmúlt 10-11 évben, kitanultuk a szakmát, és azt tervezzük, hogy minél több helyen el fogunk indulni Magyarországon. Most egy kicsit kitekintek, tehát Magyarországon 3200 település van, ebből 3000-10000 fő alatti, egyébként itt lakik a lakosságnak a fele, és ugye van marad a 200, ahol többen laknak, mint 10000 főbe. Pártpolitika az önkormányzatokban jellemzően ebben a 10000 fő fölötti településeken van egyébként. Tehát a mi mondásunk, amit egyébként most paradox módon egy csomó másik pártnál is följött, hát főleg azoknak, akik nincsenek embereik. Tehát, hogy ugye mi azt mondjuk, hogy a pártok ne vegyenek részt az önkormányzati politikában, mert a párti érdekek mi állandóan felülírják a helyi közösségeknek az érdekeit. Tehát, hogy ebben a 200 településen kell leginkább képviselnünk, mert a többi 3000 település már vicces módon a miénk természetesen nem, csak ugye ott már megvalósult az, amit mi mondunk, hogy ne pártok legyenek ott. Lehet nézni, hogy tele a pohár, vagy nem tele, azt tudni kell rólunk, már arról a politikai közösségről, akiről mi beszélünk, hogy valóban kiszorult a magyar politikai közösségből, tehát nagyon, nagyon szervezetileg nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Na most ehhez képest azért úgy tűnik, hogy mi sok helyen próbálkozunk, 1000 fős falutól kezdve a budapesti, tehát a legnagyobb városokban is megpróbálunk ott lenni, de tényleg ugye nagyon nehéz nekünk megjelenni, de meg fogunk, leginkább Kelet-Magyarországon egyébként, tehát Nógrádban, Miskolcon,
Heves megyében, Hajdú-Biharban, próbálkozunk Pest megyében, a Pest környéki nagyvárosokban, el fogunk tudni indulni egyes helyeken, és azt reméljük, hogy ezeken a helyeken, tehát az a küldetés, hogy legalább egy-egy ember képbe jutassunk az önkormányzatba, akár alkuk árán külső bizottsági tagnak is, ezek nagyon kicsiknek hangoznak, de ha már egyáltalán benn vagyunk a kapuban, benn vagyunk, az a sokkal más, hogyha kin vagyunk, és egész egyszerűen akkor tud az ember érdemben bevinni egyébként valós dolgokat a önkormányzati politikába, hogyha ott van, szóval hogyha kívülről csak telefonálni lehet a polgármesternek, hogy ezt kellene csinálni. Ha az ember benn van az önkormányzatban, akkor ott tud ezért tenni. Tehát nyilván ezért dolgozunk, hogy bekerüljünk. A másik legfontosabb kérdés itt az önkormányzati választásokból valóban, ami kitüremkedik majd, ez a fővárosi kampány, a főpolgármester személyét is tekintve. Ugye nagyon nehéz ügy, ahhoz, hogy Budapesten el tudjunk indulni, ahhoz szervezet kell, össze kell gyűjteni aláírásokat, listát kell állítani, kerületekben emberek kellenek. Ez egy nagyon nagy munka. Jelen pillanatban Budapesten egy a 8-10 kerületben tudunk elindulni, különböző konstellációkban, saját emberek, civil szervezetekkel, több civil szervezetekkel, pártokból kiesett, jelenleg önkormányzatokban még működő emberekkel, tehát nagyon sokféle felállásunk van. Ez még nagyon távol van attól, hogy mondjuk azt merjük mondani, hogy egyébként mi csinálunk egy főpolgármesteri kampányt is. Tehát, hogy esetleg beleszólunk ebbe a legnagyobb média vízhangot keltő, valószínűleg a legnagyobb média vízhangot keltő dologba. Tehát, ha ma megkérdezik, akkor nem. Tehát ha ma megkérdezik tőlünk, hogy el tudunk-e indulni a főpolgármesteri címért, és ott tudunk-e politikát mondani, akkor azt mondom, hogy nem. Ez a dolog a következő 4 hónapban megváltozhat. De még hogyha megvannak a szervezeti feltételeink is, akkor is el fogunk azon gondolkodni, hogy érdemesen nekünk ebbe a játékba belemenni. Tartalmi gondolatunk, mi azt gondoljuk, hogy van, természetesen készülünk is erre, itt most Budapestről beszélek, és egyébként minden faluban és minden városban természetesen a helyi ügyekkel foglalkozunk, nem kezdjük el ezt a baloldali, jobboldali dolgot, mert az a mondásunk, hogy azt is gondoljuk, hogy te vagy a település fejlesztésének, hol betonozzanak, hol legyen strand, kulturális fesztivál legyen, vagy festői fesztivál, tehát teljesen az nem feltétlenül színhez kötött, de természetesen azért, hogy a lakhatás kérdése, hogy hogyan fejleszten a város, hogy mi legyen a fókuszban, mi legyen a hajléktalanokkal, mi legyen a bűnözőkkel, azért az már, azért ott azért már lehet mondani, nem hogy lehet, és kell is mondani valós tartalmakat, de nem kell bele keveredni az ideológiai harcokba, és ez nagy könnyebbség. Én azt gondolom, hogy ez nagy könnyebbség ebben a szituációban mindenkinek. A Budapesten mi támogattuk egyébként a Hajlasszolidaritás Mozgalom volt az egyetlen civil szervezet, aki támogatta Karácsony Gergő. Hát csak ők nem vállaltak, vagy nem tudom, hogy ők vállaltak-e. Nekünk az volt az, mi nagyon praktikusan annyit kértünk a jelenlegi főpolgármestertől, hogy mi támogatunk és kampányolunk neked. És ez annyit kérünk, hogy hagyd legyünk mögötted jelölő szervezet. Hát sok ígéret elhangzott ezzel kapcsolatban a civil és független polgármester jelöltől, de a 7 párt lett, vagy azt hiszem 6 párt lett az ő jelölő szervezete, és hát mi nem. De jobb is ez így, őszintén szóval, mert alapvetően vállalhatatlan. Én azt gondolom, hogy vállalhatatlan, ami történik Budapesten. Tehát 4 éve arról beszélgetünk, hogy most akkor bicikli utak, vagy nem bicikli utak, mikor ez a város, tehát az emberek azokban a lakásokban laknak, amiket még a szocializmusban építettek, azokat a híveket használjuk és metrókat használjuk, amiket még akkor építettek, eltelt 32 év a rendszerváltásból, és itt az nem igaz, hogy nem történt semmi, de hát azért, hogy mondjam, itt ezer a dolog, tele vagyunk rozsdajvezetekkel, a lakhatás elképesztően drága, nincs szabályozva, Airbnb,
Szóval, hogy itt rengeteg, tehát azért a belvárosban az a buli negyed elszabadulása, szóval, hogy és akkor most a külső kerületek közlekedése, vagy hogy nem közlekedünk, tömegközlekedések, nem megoldása. Tehát, hogy itt tele vagyok, és erről semmilyen ezért nincs. Karácsony Gergő harcol a kormánnyal azért, hogy most akkor a Lánchídon át lehessen menni, vagy nem, meg hogy még hova lehessen bicikli utat fölfesteni, úgy, hogy nem készültek el a P+R parkolók, nem készült el az infrastruktúra, nincs is tervere, az agglomeráció már ránk dől, nincs bérlakásprogram, 23 kerület van, meg a főváros, ezek évi 10 milliárdokat dobunk ki a nagy büdös semmire, amiből akár értelmes dolgokat is lehetne csinálni, de mi politikusokat fizetgetünk belőle, akik semmit nem csinálnak, mert 23 kerületi önkormányzat, 23 rendszere van, egy New York várost 5 kerülettel irányítanak, 15 millió ember és a bolygó 15. legerősebb gazdasága lenne, ha ország lenne. Mi 1,7 millióan élünk Budapesten, és 23 kerületbe tömörülünk, egy fővárosi vízfejjel, minden kerület harcol a többi kerülettel, a forrásokért, a főváros, a kerületekkel, plusz a kormánnyal, ennek semmi értelme nincs, és erről mind nincs, nekünk erre vannak egyébként javaslataink, ötleteink, programunk is, ha úgy tetszik. De nem így szó a magyar médiában, hanem hogy most a bicikli út versus nem bicikli út, szerintem ez szégyen, és szóval nagyon szeretnénk részt venni ebbe a kampányba, tehát a budapesti főpolgármesteri kampányban, meg egyáltalán Budapesttel foglalkozó ügyekben, érdemben megnyilvánulni, ezt tesszük is, de nagyon nagy kérdés, hogy úgy döntünk el, hogy mi a politikai közösséget képviselve beszállunk-e ebbe a kampányba, nyilván ez még odébb van. Meg szóval nem szeretnénk magunkból bohócot, megfutottak még, nem, tehát sem magunkból, sem a politikai közösségből, se azt, aki végül főpolgármester jelölt lesz vagy lenne, azt akkor tesszük ki ilyesminek, hogyha azt gondoljuk, hogy annak érdemi lehetősége van ismertetni a programot, tisztában vagyunk vele, hogy mi nem tudunk itt főpolgármestert adni, mi nem tudunk itt Budapesten, én nem tudom hány százalékot elérni, de ha azt látjuk, hogy megvannak a szervezeti feltételeink, és azt látjuk, hogy van esély arra, hogy ezt kommunikálni tudjuk, és 1-2-3 százalékot szerezzünk, és ezzel segítsük a kerületi kollégáknak, elvtársaknak a munkáját, akkor még akár ebben is részt fogunk venni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Én budapesti 7. kerületi buli negyedben élni próbáló lakóként azért nagyon szurkolok nektek. Most a kérdéseknek adnánk át a szót. Azt szeretném kérni, hogy tényleg rövid legyen. Ott látom Péter, Attila, még egy Dani. És Tamás, jó, akkor ez a négy lesz most először, jó? Csak meg a Péter ötödik. Ennyi? Öt volt? Jó. Akkor öt. Jó. Mindenki elmondja, és akkor utána lesznek a reakciók. Jó kérdések után egyben. Köszönöm a szót. Elsősorban Sanyi expozéjára szeretnék reagálni, mert valóban most az önkormányzati választásokon elsősorban civilekre, függetlenekre kell koncentrálni. Én azt szoktam mondani, hogy ki a pártokkal az önkormányzatokból, helyi politikából. Nálunk Fóton nagyon is erősen beindult az ilyen jellegű szervezkedés. Két civil szervezet alakult, egyik korábban, másik későbben. Most lehet, hogy ez a két szervezet most egymásra is fog üdvözlen, de végsősorban együtt fog működni. A helyi pártok közül kettő, most nem nevezem meg a kettőt, már most jelezte, nem indít jelöltet, hanem a civil szervezetekben fog ők is valakit majd támogatni. Ha kell, és nem lesz döntés, hogy ki legyen a jelölt, casting probléma, akkor lehet szó előválasztásról, vagy olyan gyűlésről, ahol megbeszéljük, hogy ki legyen az az egyetlen jelölt, aki a civil szervezeteket fogja jelölni, indítani.
Viszont az Andráshoz csatlakoznék abban, hogy az európai választáson nagyon fontosnak tartom, hogy az európai baloldal és az ISZOM közös jelölteket, közös listát indítson. Végre 32 év után tudjak végre valakire szavazni, és ne valaki ellen. Ez nagyon fontos lenne számomra. Ugye eddig még egyszer se sikerült, 22-ben már nagyon-nagyon közel álltunk hozzá, de akkor bejelentettek egy előválasztást, ami ugye vállalhatatlan volt, így megint csak kiszorultak a parlamenten kívüli pártok, a baloldali parlamenten kívüli pártok ebből. Most nem, most ugye úgy, nincsen az, hogy összefogás, kényszer, nincsen se a liberálisokkal, se a polgári baloldalnak nevezőben. Nem kell összefogni, indítson egy önálló listát az európai baloldal és az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. Köszönöm. Attila. Tibikém, akkor most érezzük a lelkiismereted egy kicsit, jó? Emlékeztettek valamire? 2006-ban Angyalföldön emlékszel rá? Egyedül vagyunk, Tibor, te meg én.